Még nem volt meg a döntő a szakmai versenyen. Először elmentünk egy írásbelire február elején, onnan az első 16 tanuló jutott tovább, és ennek a döntője 2 hét múlva lesz, árulta el a diák, aki úgy érzi, van még mit átnéznie, hogy a legjobb eredményt érje el. Ő akar azért gyakorlati témák meg vannak előre adva, azokból nagyon jó, ha készülünk, viszont ugye 5 éve a szakmát tanuljuk, úgyhogy elméletileg mindent tudunk. Leküzdeni az izgalmat az a legnehezebb része, utána, ha egyszer belejön az ember, leveti ezt magáról, utána könnyen megy az egész. Úgy szakmailag nagyon sokat jelent, annak idején édesapám is 2. helyet ért el, szeretném legalább ezt én is elérni. Hát a legjobb esetőség, ha nyerek, és ami még célom ebben, hogy szakmai vizsgát ne itt kelljen tennem, mert ha ott elérek egy jó eredményt, akkor megkapom vele a szakmát. Apukája már most büszke a fiára. Én ezután Gödöllőre megyek tovább tanulni mérnökire. Berényi Bence is ugyanezen a szakmai versenyen indult. Úgy érzem, hogy az írásbeli része, amin voltunk márciusban, az úgy jól sikeredett, még ezután következik ugye a szóbeli rész, azon meg majd kiderül utána, hogy mire jutottunk. Nekem a kedvenc témaköröm leginkább az ilyen erőgépes témák, amikkel úgy jobban szeretek, amit kevésbé az meg az anyagismeret, ilyen gyártás technológiaiének. A versenyen elért eredménye, hogy a legjobbak közé került, számára is sokat jelent. Elég jó érzés, hogy ugye az országos legjobb 15 között bent lehetünk, ami biztosít számunkra minimum 50 pontot a felvételihez, a továbbtanuláshoz, jobb esetben akár 100 pontot, hogyha olyan helyezést érünk el. Mile Artúr Bálint is büszke arra, hogy eljutott a versenyen a döntői. Ászép szakmai verseny volt. Hát eredmény még nem született, még egy forduló híja van, viszont ez egy olyan verseny, ami az ország legjobb tanulóit, 12. évfolyamos tanulóit foglalja össze, és a döntőbe az a legjobb 15 jut be. Én ebbe bekerültem, és most jön majd a végső megmérettetés. Főképpen azok mennek nehezebben, amit ugye gyakorlati témával nem tudok összekapcsolni, ilyen például az anyagismeret. Árulta el a diák, aki számára ez a verseny egy szakmai, emelt érettségihez hasonló, nagyjából ugyanennyit készült rá. Igazából ez egy szakmai emelt érettségihez hasonló, tehát nagyjából ugyanannyit kell rá készülni, mint egy érettségire, amit többé-kevésbé szerintem sikerült is.